Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Ma este a Business & Beer pódiumán a befektetésről lesz szó. Vendégeink Jánosi Dóra, a High Ventures befektetési menedzsere, Süvöltős László, az EH Invest inkubációs menedzsere, és Bóner Tamás, a Drukka Startup Studio alapítója és ügyvezetője. Kezdjük is el. Nagyon kis családias a hangulat. Ma ezt így a Startup Heat záró eseményeként tényleg picit lazára szeretnénk venni. Azt szeretnénk, hogy benfertes információk hangozzanak el. Nem szeretnénk olyan dolgokról beszélgetni, amiket a weboldalaitokon el tudunk olvasni. Úgyhogy kezdjünk, vágjunk is bele. 45 percünk lesz most erre a pódiumnak az első részére. És kezdenünk azzal, hogy akasztuk a hóhért. Mindig mindenki, hozzátok mindig pitchekkel kell készülni. És arról tanulnak a startuperek, hogyan pitcheljenek. Szeretnénk tőletek egy ilyen 1-2 perces rövid bemutatkozást, vagy pitchet kérni. Bármelyikőtök kezdheti? A tekintetedből arra következtettem, hogy én fogom kezdeni. Hát én Süvöltős László vagyok, nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. Én az EH Invest ZRT Debreceni Startup Inkubátornak vagyok az inkubációs menedzsere. Mit csinál egy inkubációs menedzser? Azon túl, hogy startupokat inkubál. A mi célunk az alapvetően az, hogy az ötletfázison már túllévő startupokat és a validálás útján már elindult startupokat inkubáljuk, tehát segítsünk nekik a vállalkozás fejlesztésben. Feltérképezzük a csapatot, feltérképezzük a projektet, és ahol hiátust látunk, ott beavatkozunk, és a nyilvánvalóan közös céget alapítunk egy befektetés által. És az a közös célunk, hogy ez a projekt ez minél sikeresebb legyen. Köszönjük, belefértél a 2 percbe. Én pedig Katona Bence vezérigazgató helyettes alter egójaként vagyok itt, befektetési menedzserként. Mi a High Venturesnél olyan befektetési lehetőségeket keresünk, amik megítélésünk szerint nagy növekedési potenciál előtt állnak. Nekik adunk pénzügyi és szakmai támogatást egyaránt. Hozzánk már egyébként akár egy olyan startup is megkereshet minket, akik csak egy ötlettel rendelkeznek. Mi, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez az ötlet piacképes, akkor közösen megpróbáljuk ezt az ötletet elvinni egészen a piacra vitelig, és a teljes folyamaton fogjuk végig a kezüket, és elmegyünk közösen, mint tulajdonos társak az exitig. Ez tulajdonképpen olyan a mi viszonyunk a befektetőkkel, mint egy házasság, amiben nyilvánvalóan vannak buktatók, de nagyon fontos az, hogy a közös együttműködés az hatékony és gördülékeny legyen. Köszönöm szépen. Tamás? Én a Drukka Startup Studio képviseletében vagyok jelen. Mi egy speciális szervezeti felépítésben, egy speciális módon üzemeltetünk startup inkubációt, startup factory-ként működünk, aminek az a lényege, hogy mi nem csupán pénzt adunk egy-egy startup vállalkozásnak, hanem rendelkezésre áll házon belül a termékfejlesztéshez, általában IT termékfejlesztésekhez szükséges erőforrások, úgy mint kódolók, UX, UI designerek, online marketingesek, illetőleg akkor sem hagyjuk magára a startupokat, amikor a go-to-market, tehát egy business development fázisba érnek. Itt különböző online marketing, content providing, de akár field sales-es szakemberek, kompetenciák is jelen vannak, tehát mi azzal próbálunk kitűnni például a High Ventures által is képviselt elsősorban pénzügyi segítséget adó vállalkozásoktól, befektetőktől, inkubátorházaktól, hogy mi a legelejétől, akár egy ötletfázistól kezdve pénzzel és kompetenciával állunk a vállalkozók és az ötletgazdák vagy a projektek rendelkezésére. Köszönöm szépen, hát úgy hallom, azért ez nem először lett elmondva ez a pitch, tehát ez ennyi rendben volt. A közönséghez lenne egy ilyen nagyon gyors kérdés, ki az, akinek volt már valaha ötlete? Tegye már fel a kezét! És ki az, akinek volt már olyan ötlete, hogy így elgondolkozott azon, hogy jó lenne rá pénzt is szerezni? Jó, tehát akkor itt szerintem olyan emberek ülnek, akikre érdekelni fog ez a beszélgetés. Dóra, mondtad, hogy már ötletfázissal is lehet hozzátok oda menni. Ez az ötletfázis azért eléggé széles skálán tud mozogni. Mi az az ötletfázis, mi az az a kidolgozottsági szint, amikor érdemes hozzátok becsengetni?
Ahogy az előbb mondtam, hogyha valaki mindenféle önerő nélkül akárcsak egy jó ötlettel rendelkezik, akkor megkereshet minket. Mi az inkubációs fázisban támogatjuk őket szakmailag, mentorok segítségével próbáljuk őket felkészíteni oda, hogy egy későbbi finanszírozásra már alkalmasak legyenek. Tehát kidolgozzuk közösen az üzleti stratégiát, a marketing stratégiát, üzleti tervet készítünk, feltérképezzük a piaci lehetőségeket. Tehát de hogy ennek az ötletnek így oda megyek, és azt mondom, hogy csináljunk, mit tudom én, szalmából egeret. Ez most így ennyi? Vagy azért, mit tudom én, nézzek meg a piacot, nézzük meg azt, hogy milyen versenytársaim lehetnek, tehát azért már ezt így eléggé ki kell dolgoznunk, vagy ezt már ebben a kidolgozásában is ti segítetek? Mi segítünk, de az egyébként hatékonyabb, gyorsabb és jobb, hogyha már ti feltérképeztétek a potenciális versenytársakat, a piac méretét, megnéztétek, hogy mik lehetnek azok a célpiacok, ahova érdemes betörni. És igazából a mi inkubációs termékünk, ami egyébként az egyetlen dobozos termék, tehát nem egyedileg az ügyletre szabjuk a terméket, 9 millió forintos finanszírozást nyújtunk 9% ellenében, ami egyébként azt is jelenti indirekt módon, hogy a mi az ötletet post-money értéken 100 millió forintra értékeljük, primáni értékén, tehát a mi beszállásunkat megelőzően pedig 91 millió forintra, hogyha, és ebből a 9 millió forintból kell eljutni oda, hogy a termék validálása megtörténjen. Úgyhogy igazából, hogyha van egy jó ötleted, és felkészült vagy, körbejártad a versenytársakat, de egyébként semmilyen önerőt nem tudsz hozzá biztosítani, akkor mi a pénzügyi támogatást, illetve a még azokat a kompetenciákat is meg tudjuk adni, ami a te, illetve a csapatodnak nem áll rendelkezésére. Szuper, nagyon jól hangzik. Tamás, nálatok ez hogy működik? A mi alapunk, egyébként Studio 1-nek hívják, a mi Pressid alapunkat, ő is hagyományosan és funkcionálisan. Tegyünk már egy picit rendbe ezt a Seed, Pressid fogalmakat, csak hogy mindenkinek tiszta legyen, és ugyanarról beszélhessünk. Igen, tehát általában véve az inkubációs fázis is, és a Pressid fázis is nagyjából egy azon fogalomra utal, nevezetesen, hogy egy nagyon korai stádiumú, akár ötletszintű projektnek az alapjait jelenti, tehát mi akár már ilyen szintű projektekbe is fektetünk. Valóban én azt gondolom, hogy az az alapelvárás, hogy az adott ötlet hát ne szalmából egeret legyen, de olyan legyen, ami skálázható, nagy növekedési potenciálú, és hát illeszkedjen abba az irányvonalba, hogy el tudjuk róla hinni, akár a csapatról, akár pedig magára az ötletről és a piacról is, hogy képes lesz arra, hogy 10-szeres, 20-szoros, 100-szoros növekedést érjen el nagyon rövid idő alatt. Erre nyilván nem minden üzlet alkalmas, nem alkalmas rá egy hagyományos értelembe vett mondjuk fodrásszalon, tehát olyan ilyen jellegű üzletek, de számos olyan ötlet van, ami igenis alkalmas. Egy fodrásszalon franchise? Akár, nem volt még ilyenünk, de majd elgondolkodunk rajta. Köszönöm. Laci, nálatok? Szerintem egyébként általánosságban igaz az a kockázati tőkebefektetőkre, hogy valamilyen innovációtartalommal rendelkeznie kell a projektnek. Itt nem kell megijedni, nem kizárólag olyanok jelentkezését várjuk, akik világmegváltó ötletekkel fordulnak hozzánk, de a már meglévő termékek, szolgáltatásoknak az újragondolása, továbbgondolása, hatékonyabbá tétele azért egy feltétel a kockázati tőke befektetőknél. Uh-huh. Laci, ez nálatok hogy működik? Nyilván egy része az hasonlóan működik, tehát mind a hárman startupokkal foglalkozunk, és mint olyan ennek alapfeltétele, hogy legyen egy innovációs tartalma a projektnek, tehát ebben abszolút hasonlóan dolgozunk mi is. Ami nekünk a preferenciánk, az alapvetően az, hogy amikor találkozunk egy csapattal, ő tudja, hogy mit akar csinálni, tudja, hogy mit akar majd lefejleszteni, mi lesz a termék, mi lesz az értékajánlat, és tudja, hogy ezt majd kinek fogja eladni. Vagy legalábbis egy képe legyen erről, vagy lássuk azt, hogy már elindult a gondolkodás alapvetően ebbe az irányba. Ez egy két olyan alapkérdés, ami feltétele annak, hogy
hogy később majd együtt dolgozzunk. Hogyha ez egy csapatnál még nincsen meg, ez nem jelenti azt, hogy felállunk az asztaltól, és nem lehet köztünk együttműködés. Gyakorlatilag akkor ezt odaadjuk házi feladatba. Tehát nagyon-nagyon sok olyan feladatot el tud végezni a csapat, amihez még nem kell inkubátor, amihez még nem kell befektetés. Ezek olyan dolgok, amiket bizonyos sablonok, több utánolvasás alapján ők ezt meg tudják csinálni maguknak. Hogyha ezt elvégezték, akkor utána még egyszer találkozunk velük, és akkor dől el gyakorlatilag már a második találkozó során, ami még mindig egy előminősítési fázis lényegében, akkor dől el, hogy milyen potenciált látunk egy ötletben. És mind a hármótokhoz szólna a következő kérdés, hogy mesélt erről a dobozos ajánlatról, és igazából arra szeretnénk rákérdezni, hogy hány doboz áll a polcon, tehát hogy mekkora összeg felett diszponáltok ti így hárman, vagy hogy látjátok ezt a befektetői piacot, hogy most Magyarországon mennyi pénz áll ezekre az ötletekre, startupoknak a rendelkezésére, amit megszerezhetnek. Illetve azt is, hogy országos szinten kerestek, vagy régiós szinten kerestek, vagy specialitás van ebbe. Összességében a High Venturesnek jelenleg nem küzd forrás hiánnyal, ezt biztosan állíthatom. 57 milliárd forint az, aminek a kihelyezéséről most mi dönthetünk. Ez természetesen nem a következő évre, hanem a következő 5 éves befektetési időszakra vonatkozik. Ebből, miután minden életfázisban be tudunk kapcsolódni a startupok finanszírozásába, ebből egy része allokálva van az inkubációs befektetésekre, nagyjából 10 milliárd összeg erejéig, illetve a seed és a startup finanszírozásra is a fennmaradó összeg fele-fele arányban meg van bontva. Laci, nálatok? Bocsánat, még visszatérve a kérdésed másik részére, az egész ország területén finanszírozunk, nem koncentrálunk Budapestre, ugyanúgy a régióban is jelen vagyunk. Akkor ez az 54 milliárd, ti vagytok most a legnagyobbak a piacon. Így van. Laci, nálatok? Sajnálom, hogy nem én válaszoltam először, mert 57 milliárd forint után azt mondani, hogy nekünk a teljes büdzsénk 600 millió forint volt, és ennek egy része már ki van helyezve, az már nagyon-nagyon kevésnek tűnik. Teljesen más az üzleti modell értelemszerűen, mi nem kockázati tőke alap vagyunk, mi startup inkubátor vagyunk. Azt nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy a tavalyi év végén leginkább elindult az országban 4 az Európai Unió által finanszírozott startup inkubátor, és mi az egyik vagyunk, mi vagyunk az az inkubátor, aki pontosan ezért a régióért felel. Ebből az is fakad, hogy nekünk van régiós kötelezettségünk, tehát a projektjeink alapvetően jellemzően Debrecenben vannak, Debrecenben valósulnak meg, itt vannak a csapatok, itt történik maga a fejlesztés is. Köszönöm, és nálatok? Hát, hogy folytassam az évet, mi rendelkezünk a legkisebb pénz felett, de ezt próbáljuk kiegészíteni, amit már mondtam, azokkal a kompetenciákkal, amelyeket egyébként a piac, hogyha piacról veszünk meg, akkor azok vaskos milliókba tudnak kerülni, tehát akár egy applikáció lefejlesztése, vagy egy piacra lépési tevékenység, aki csinált már ilyet, az pontosan tudja, hogy ezek pénzben mérhető és igen súlyos összegek tudnak lenni. Nekünk a célunk az, hogy a 2017-2018-as évben összességében 30-40 társaságot, projektet indítsunk útjára. Ezek jellemzően pre-seed jellegű befektetések, tehát azt lehet mondani, hogy 10 millió forint alatti befektetés elégséges nekik ahhoz, hogy egy prototípust tudjanak fejleszteni, hogy piacra léphessenek. Általában azt lehet mondani, hogy kiegészülve a mi, tehát ez a bizonyos összeg kiegészülve a mi egyéb erőforrásainkkal, amik rendelkezésre állnak, körülbelül egy 3-4-szeres szorzót jelent, tehát pénzben és különböző erőforrásokban együtt gondolkodunk ebben a 30-40 cégnek az útjára bocsátásában. Jelenleg 5-nél tartunk, úgyhogy van mit behozni. 5-nél tartotok, de hogy ez az 5 egyébként nálatok, ez saját ötlet, vagy 5, aki már piacról keresett meg titeket ötlettel? Annyiban pontosítanék, hogy az 5 ebben a bizonyos Studio 1-es modellben megvalósul. Nekünk a Drukka-ként már azért régebbi múltra tudunk visszatekinteni. Tehát ott már több tucatnyi cégről beszélünk. Ugyanakkor... Mondanám egy párat, biztos, hogy ismerős a nézőknek is egy pár cég. Hát, hogy egy olyat mondjak, amit a High Ventures is beleszállt, az egy Ticketing nevezetű
másodlagos egy értékesítési piac, a Telenor is üzletrészt szerzett annak idején, de azt hiszem, hogy a régióban nincs jelen, de Budapesten, illetve Varsóban és több más helyen nagyon aktív a Rendi nevezetű takarítószolgáltatás. Itt egyébként ebben a szolgáltatásban, ahogy azt te is mondtad, valójában nem az volt az innováció, vagy nem az az innováció, hogy mondjuk kitaláltuk volna, vagy a csapat kitalálta volna a takarítást, inkább az, hogy ezt egy újfajta módon peer-to-peer alapon, tehát egy on-demand módszerrel valósítja meg. Tehát úgy takarítanak havi szinten több ezer háztartást, vagy egyetlen takarító sincs az állományban. Tehát ezen kívül van Neatly, 15 Minutes Pizza, tehát több olyan társaságunk, akik azért már ebben az legutolsó csoportban, vagy a legutolsó batchben is már alig pár hónap alatt jelentékeny traction-t, jelentékeny múltat tudott bemutatni. És hogy a kérdésedre is válaszoljak, mi abban is egy picit speciálisabbak vagyunk, vagy nem a hagyományos startup építési modellt követjük, vagy hát keressük ilyen szempontból az utunkat, illetve próbálunk nemzetközi, elsősorban amerikai példákat alapul venni, hogy nem, vagy nem csupán olyan jellegű startupokat inkubálunk és fektetünk be, amelyek megkeresnek bennünket, hanem tudatosan figyeljük azokat a nemzetközi trendeket, tendenciákat, amelyeknél a legjobb gyakorlatokat próbáljuk el is lesni, és amelyek egyébként Magyarországon, közép-kelet-európai régióban, vagy akár Európában nincsenek még jelen, vagy nem olyan markásan vannak jelen, és ezeket is próbáljuk meghonosítani, ezeket úgy, hogy ezekhez menedzsereket keresünk. Tehát egy picit a hagyományos vállalatépítési eljárásokat is visszahozzuk talán a startup világba, mert hogy minden egyéb attribútuma tekintetében ezek startupoknak minősülnek, csak ilyen szempontból egy kicsit kakukktojások. Köszönöm. Elmondtátok, hogy mennyi forrás fölött diszponáltok, illetve milyen források fölött. A másik oldalt nézzük már meg. Hány jelentkező, azokból, 100-ból mondjuk hány jó ötlet van, akikkel el tudtok kezdeni dolgozni? Milyen számokat tapasztaltok a piacon? Sokan vannak, kevesen vannak? Én azt gondolom, hogy sok a jó ötlet. Hozzánk számszerűen eddig körülbelül 150 ötlet érkezett be. Hogy a számoknál maradja be, nem ezek a legbeszédesebbek. Szerintem a 150 megkeresésből egyébként 7 befektetésünk van, és további 7 van előkészítés alatt. Tehát gyakorlatilag egy 10-ből egy a szorzó. Viszont ez, én azt gondolom, hogy növekedni fog. Egészen idáig, vagy egészen az elmúlt időszakig én biztosan állítom, hogy rengeteg ötlet volt az embereknek a fejében, rengeteg ötletet írtak le papírokra, és aztán ezeket a papírokat berakták a fiókba, és az ott megporosodott. Hát egy ötletember egy kreatív, alapvetően, hogyha nem látja a következő lépést, hogy ez hogyan lesz megfinanszírozva, az ötlet hogyan lép majd piacra, akkor nem biztos, hogy el akar indulni. Ez kicsit olyan, mint megvárni, hogy minden közlekedési lámpa zöldre váltson, mielőtt elindulunk az autóval. És az elmúlt években állt össze az a szerencsés helyzet a hazai piacon, hogy itt vannak a finanszírozók. Aki finanszírozást keres, teljesen egyértelmű neki, hogy hova kell mennie, vagy hogy hova mehet finanszírozásért, és ez egy öngerjesztő folyamattá fog válni. Biztos vagyok abban, hogy a tőkealapoknak, az inkubátoroknak és a startup stúdióknak a jelenléte okozni fogja azt, hogy merjenek az emberek kreatívak lenni, merjenek kitalálni valamit, és merjenek megkérdezni egy szakembert, hogy mit gondol róla. Dóra, nektek az elmúlt időszak alatt milyen számok jöttek? Mi 8 hónapja indultunk, az elmúlt időszakban majdnem 900 befektetést vizsgáltunk meg, és ebből 100 pozitív befektetési döntés született. Majdnem az arány, mint Laciéknál, akkor gyakorlatilag. Igen, igen. Lacival egyébként abszolút egyetértek, hogy rengeteg a nagyon jó ötlet, és én már ebben a rövid időszakban is érzem a pozitív tendenciát. Mi a High Ventures színeiben próbáljuk a pénzügyi támogatásunk mellett a piacot edukálni, a hazai innovatív ökoszisztémát segíteni, és egyre jobbak, egyre felkészültebbek a jelentkezők, én ezt tapasztalom. Mondtad, hogy ezt az összeget 5 év alatt kell kihelyeznetek. Tehát akkor nektek most van ilyen kihelyezési kényszer? Tehát megvan az, hogy évente bele kell fektetnetek, mit tudom én, 200
startup lehetőségbe, és ilyen kényszer hajt titeket, vagy ilyen nincsen, megvárjátok a jó ötleteket. Nincsen lebontva évekre ez a kihelyezés. Minden esetben értékeljük és a cégeket szakmai alapon, függetlenítjük magunkat a kihelyezési kényszertől, ami nyilvánvalóan azért valamilyen szinten ott van a fejünk fölött, de kizárólag abban az esetben hozunk pozitív döntést, hogyha úgy gondoljuk, hogy a piaci potenciál benne van az adott lehetőségben, hiszen egyébként hiába helyeznénk ki a pénzt, az nagyon rövid időn belül be is dőlne, ami senkinek nem célja. Abszolút, abszolút. Most még erre válaszolok én is, hogyha megengeded. Tehát a számokat én is alá tudom támasztani, mi a stúdió egy keretében azzal számolunk, hogy ebben a két évben a 30-40 befektetéshez körülbelül... Az leesett. Tehát a 30-40 befektetéshez egy 300-500 ötlet beérkezése szükséges, és ebből egy 70-150 screeninget vagy validációt kell nekünk ahhoz elvégezni, hogy ezt a bizonyos 30-40-et teljesíteni tudjuk. Még annyit fűznék hozzá az előzőekhez, hogy azért azt én érzem, és azt gondolom, hogy mindenki érzi, hogy például a High Ventures megjelent. Egy abszolút startup per világ jött el. Ugye napokban kijött még 80 milliárd kihelyezésére vonatkozó részletes pályázati feltétel, tehát további pénzek is várhatók a piacra, és ezt ennek a nyertesei gyakorlatilag a startuperek, tehát ma már egész más feltételekkel tudnak befektetést kapni az ötletgazdák, mint ahogy azt mondjuk tavaly május után, ugye amikor a Jeremy-k kifutottak, ez történt. Volt egy jó pár hónapos ilyen forrás hiány a piacon, és ott ezt bizonyos befektetők ki is használták. Ugyanakkor mi azt is látjuk, hogy az ötlet van, nagyon sok van, abban elég vegyes a kép, és elég heterogén a kép, hogy az egyes ötletgazdák azok milyen általános vállalkozási ismeretekkel, általánosságban, hogyan, mit tudnak a startup világról. A jó hír az, hogy ezek tanulhatóak, ahogy ugye te is céloztál rá, edukáció az nagyon fontos, akár úgy, hogy ha már döntöttünk egy csapat mellett, akkor házon belül nyilván megmutatunk neki mindent, felhúzzuk egy adott szintre, de hát ezért jók ezek ez a startup hét is akár, hogy egy csomó olyan tudás áramlik ki, amelyre szükségetek lesz, hogyha befektetőkkel tárgyaltok. Tehát, hogy ez a része tanulható, ez a jó hír. Ti most akkor konkuráltok egymásra egyébként, vagy valami kooperáció is megfigyelhető, vagy ez így hogy néz ki? Mert azért ez egy elég szűk piac itt a 10 milliós Magyarországon. Jó értelemben véve azt gondolom, hogy kiegészítjük egymást. A High Venturesnek az a terméke, ami velünk egy picit konkurenciaként megfigyelhető. Ők elsősorban kizárólag pénzt adnak, egy mentor segítségével, de erről majd te beszélsz. Mi pedig ugye számos olyan szakmai kompetenciát és a termékfejlesztéshez, piacra lépéshez szükséges eszközt, emberanyagot és pénzt adunk, ami egy kicsit tágabb ennél. Másrésztről magasabb equity-t is szoktunk kérni, tehát nem... Akkor az egy elképzelhető szkenárió, hogy mondjuk a High Ventures ad pénzt, ti adtok hozzá mondjuk erőforrást, ti meg adtok hozzá inkubációt, akár EH Invest? Vagy ilyenre még nem volt példa? Én inkább azt mondanám, hogy aként egészítjük ki egymást, hogy volt már olyan eset, amikor a mi kezdeti befektetésünk következő körös befektetője az a High Ventures volt, tehát hogy egy follow-on befektetésben kiválóan ki tudjuk egészíteni egymást. És ahogy mondtátok ti is, rengeteg ötlet van, tehát alapvetően egyik startup sem azzal az indítatással jön el a befektetőhöz, hogy na ők Magyarországon, vagy Debrecenben, vagy Budapesten akarnak bármit csinálni. Mindenki potenciálisan legalább régiós szintű vállalkozást akar építeni. Tehát mi ebben a kicsi országban szerintem nagyon nem tudunk konkurálni egymással komolyan.
Illetve nem is akarunk nagyon sok esetben, hogyha egy-egy befektetéssel kapcsolatban a kockázatot porlasztani akarjuk, akkor társbefektetőket vonunk be a piacról, akár angyalbefektetőket, akár más VC-ket, akár inkubációs társaságokat. Ezt csak alátámasztani tudom. Abszolút teljesen külön területen dolgozunk, tehát teljesen más a funkciója a három üzleti modellnek, amit most képviselünk, és Tamásékhoz hasonlóan mi is, nekünk több olyan projektünk is van, számszerűen három medical technology iparágból, ahol mi végezzük az inkubációt, mi kezeljük az első körös befektetést, és közben már elkezdjük előkészíteni a második körös befektetést. Egy startup inkubátornak nem tud az a feladata lenni, hogy elvigye a világpiacig a projektet. Nekünk az lehet a feladatunk, hogy befejezzük a fejlesztést, a validációt, és közben, mivel egy befektetést előkészíteni az nyilvánvalóan időbe telik, már közben elkezdjük keresni a lehetőséget a második körös befektetésre, és ez a modell, ez szerencsére működik is. Köszönöm szépen. Nézzük már meg azt, hogy ezt a pénzkihelyezés, ez az ötletből, hogyan fogják megkapni a startuperek, a startupok a pénzt, hogy ez mégis hogy megy végig. Tehát elkészült az ötlet, gondolkodtunk rajta, megnéztük a piacot, vannak elképzeléseink, vannak számok, ilyesmik, jelentkezünk, és akkor találkozunk először, kivel nálatok például, mondjuk Tamás. Nálunk aként működik ez a folyamat, hogy aki kívülről érkezik, tehát külső startupper, hogyha hozzánk érkezik, akkor először az egyik kollégámmal találkozik. Itt rögtön az első kérdések egyike, hogy validáció van-e, és hogyha van, akkor az miből áll, mennyi részletes, akár arra vonatkozik a validáció, hogy egy termékszolgáltatást azt hogyan és milyen áron lehet értékesíteni. Tehát minél részletesebb, minél nagyobb elemszámú, annál jobban örülünk. Hogyha ez a validáció még nincs meg, vagy pedig nem a mi metodikánk szerint történik, akkor nagyon szívesen segítünk, és erre akár anyagi áldozatokat is bevállalunk, hogy ez megtörténjen. Tehát szerintem mindenkinek ott kell elkezdenie, hogy validálja az elképzelését, ötletét. Ezt követően pedig, hogyha ez megvan, és ez pozitív, és egyébként a term sheet főbb számaiban egyetértünk, akkor kidolgozzuk az üzleti tervet, akár közösen, akár hát maga a startupper kidolgozza a mi iránymutatásunk alapján. Ez az üzleti terv egy szöveges és egy pénzügyi tervből áll. Nem hosszú, vaskos dokumentációra kell gondolni, józan paraszt ésszel, kitöltött esőbb a bevételekre és a költségekre irányuló kimutatásról kell beszélni. Mi általában 3-5 évre gondolkodunk ilyen tervben. Sokan föl szokták ilyenkor vetni, hogy hát mire kell a terv, hiszen egy startupnál ugye egy dolog biztos, hogy nem az üzleti terv fog megvalósulni. Én azt gondolom, hogy a terv kell nem azért, hogy az valósuljon meg később, hanem egyszerűen egy tervkészítés folyamata az olyan, hogy kérdéseket fogalmaz meg. Tehát, hogy nekem meg kell válaszolni a felmerülő kérdéseket ahhoz, hogy tovább tudjak menni mondjuk annak a táblázatnak a kitöltésében. Meg hogyha másra nem, hát akkor legalább fél év múlva látjuk, hogy hol állunk a tervhez képest. Arra is jó, de nagyon sok olyan elképzeléssel találkoztunk. Elkezdte írni a pénzügyi tervet az alapító, és kiderült, hogy itt, hogyha minden terv szerint megy, és azonnal letarolja az egész világot az ötletével, akkor is veszteséges a működés, és ha ő nem tervez, akkor ez nem fog kiderülni, mert egyébként meg fantasztikus terv, csak senki nem fog érte fizetni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, legalábbis mi biztos, hogy nem, hogy olyan jellegű startupokat építsünk, akik mondjuk user számokat növelnek, lesz 100 millió userük, és utána kitalálják majd, hogy miből lesz árbevétel. Mi már az első naptól kezdve szeretnénk árbevételt látni, mi a 6. hónaptól kezdve szeretnénk break-event látni, és egy nyereséges működés nagyon-nagyon rövid időn belül. Tehát kicsit másfajta modell, mint amit esetleg a filmekből, vagy a nagy sikersztorikból látunk. Tehát
van egy üzleti terv, van egy jó pitch, azt el tudja a közgyűlésünk előtt jól mondani, ebben is nagyon szívesen segítünk, akár a pitch deck elkészítésében, akár annak a prezentálásában, tehát a felkészülési folyamatban nagyon szívesen segítünk, és ez már egy nagyon komoly tanulási folyamat is, nagyon sokat megtudott ilyenkor már a startupper, ha az egy kezdő alapító és nem a sokadik vállalkozása. Tehát alapvetően így jönnek be hozzánk az alapítók, és hát a többi már a cégépítés folyamata. Köszönöm. Dóra, nálatok? A folyamat nagyjából nálunk is hasonlóan néz ki. Első lépés a termék, az ötlet, kidolgozását követően a termék validáció, a piaci validáció, ezt követően a következő fázis a terméknek a piacra vitele, illetve a terjeszkedés. Bocsánat, én direkt megnéztem egyébként a weboldalatokon, hogy hogyan lehetne jelentkezni egy ilyen 9 milliós vagy bármilyen befektetésre, és így tök jó, hogy már a weboldalon egy regisztráció után gyakorlatilag így végigvezetitek az embert, azzal, hogy megkérdezitek, hogy tényleg milyen a csapat, milyen tapasztalat van, stb. Tehát már csak az ötlettel hozzátok nem lehet oda menni. Igen, tehát aki már nálunk az online felületen a jelentkezést kitölti, akkor ő már egy olyan lécet megugrott, amit követően egy pitchre, egy rövid személyes találkozóra mindenképpen lehetőséget nyújtunk. Amit talán még fontos elmondani, a folyamatot nem ismételném meg, mert azért nagyjából hasonló, mint nálatok, az értékelésnek az alapja, miután azért ez a biznisz, ez nem arról szól csak, hogy magába a termékbe fektetünk, hanem csapatokba is, ezért a hard pénzügyi mutatók az üzleti terv értékelésén kívül nagyon nagy szerepe van a soft skill-ek értékelésének, a csapat megítélésének, mennyire ambiciózusak, mennyire elkötelezettek, mennyire felkészültek, mennyire tudnak csapatban működni, hiszen ugye ezt az előbb is már említettem, hogy ez egy nagyon szoros szövetség, amiben évekig együtt kell dolgozni. Nagyon jó, hogy ezeket mondott, nézzük már meg akkor ezt konkrétan, hogy a csapatnál akkor mire kellene figyelni. Tehát így a 9 milliós befektetésnél valószínűleg olyan csapat fog összeállni, akik még dolgoznak valahol, mondjuk, még van valami főállásuk, és akkor mellékállásban elkezdenek valamit csinálni, teszem azt. Vagy olyan is lehet, aki már szerzett valamennyi tőkét a fizetéséből, és ott hagy csapot papot, utcú neki, elkezdjük csinálni, és úgy fordul hozzátok. Ez nektek jó, vagy azt szeretitek, hogyha van egy ember, aki a projekt szerelmes, és ő mindent beleöl, és akkor csak teljes messzélséggel azzal foglalkozik, vagy az is beleférhet esetleg egy adott fázisba, hogy még mondjuk ő is egy főállásban dolgozik valahol. Nagyon jó, hogy erre rákérdeztél. Úgy lehet jelentkezni, hogy még valaki főállásban dolgozik, de a teljes elköteleződést azt mindenképpen elvárjuk. Tehát addig nem folyósítunk, amíg főállású munkavállalóként az alapítók nem vesznek részt a csapatban. A 9 milliósnál is? Minden esetben. És, majd mindjárt visszatérek, Laci, nálatok? Hát a folyamat az nyilván hasonló. Nyilván hasonló szempontok szerint szűrjük a csapatokat. Ami talán egy plusz, amit mi nagyon-nagyon szigorúan veszünk, az előszűrés. Nincsen kapacitásunk mindenkivel találkozni, ugye ahogy mondtam, 150 csapat jelentkezett hozzánk, hogyha mindenkivel azonnal találkozunk személyesen, egy telefon vagy egy e-mail megkeresés után, az legalább 150 óra, hogyha hozzászámoljuk még az oda-vissza utat, ez bődületesen sok idő, és erre nincsen kapacitásunk. Amit mi használunk a kiválasztásnál, az egy videós HR eszköz. Ebbe az eszközbe előre feltöltjük a kérdéseinket, azokat a kérdéseket, amit amúgy megkérdeznénk majd, hogyha személyesen találkoznánk. Mondja el, hogy mi az ötlet, mutassa be a csapatot, és mutassa be a növekedési potenciált. Be van állítva egy időkorlát, gyakorlatilag otthon vagy bárhol, ahol az ötlet gazdépen van, leülhet a saját laptopja elé, rákattint a továbbra, rákattint arra, hogy videóinterjú indul, felugrik az első kérdés, és elindul egy számláló. Másfél vagy két és fél percben kell megválaszolnia az adott kérdést, és amikor ezzel ő végez, akkor mi ezt megkapjuk. Online pitcheltettek gyakorlatilag. Online, meg pontosan ezzel ő is rengeteg időt spórol, és mi is. Leginkább az derül ki nagyon hamar, hogy az alapkitételek azok megfelelnek-e. Hogyha megfelelnek, akkor viszont természetesen találkozunk, és onnantól kezdve a folyamat az nagyon-nagyon hasonló, mint az előttem szóló ki, viszont ezzel tényleg nagyon-nagyon sok időt lehet spórolni mind a két félnek.
Tehát visszatérve a csapatra, tehát akkor az ötletnél is az már nagyon fontos, hogy ezt valaki komolyan gondolja, és képes legyen arra, hogy ott hagyja a mostani biztos állását, vagy váltson a mostani vállalkozásából erre csak 100%-osan. Neki akkor ezek szerint csak rendelkezni kell tőkével, legalábbis azzal a tőkével, amiből ő és mondjuk a családja megél, mert gondolom ezekből a befektetési pénzekből nem feltétlenül a tulajdonosnak a fizetésére kell kivenni a pénzt. Természetesen az nem kizárt, hogy fizetést vegyen föl a startupper, az viszont biztos, hogy ez egy nehéz élet a kezdetekkor, a startup lét. Forintosítsuk már, hogy ez körülbelül mit jelenthetett. A piaci fizetésnek egy 60-70% az, amit szoktunk engedni kifizetni. Uh-huh. Tehát, hogyha én mondjuk IT szakember vagyok, és valahol megkeresek 800 000 forintot, akkor azt jelenti, hogy kivehetek 600 000 forintos fizetést mondjuk a startupomból, hogyha kapok rá befektetést? Ez egyébként általában egyedileg szoktuk meghatározni, projektenként függő. Attól is függ, hogy mennyi önerőt tett be korábban, hol tart, mennyire előre haladott a projekt, de általánosságban azt tudom mondani, igen, hogy a piaci fizetéseknek a 60-70% az, ami kifizethető. És elegendő-e az, hogy egy csapatnál egy fő az, aki viszi a hátán a projektet, és a többi csapattag mondjuk nem rúgja fel az eddigi életét, hanem addig, ameddig nem indult el ez valamilyen növekedési pályán, addig ő részmunkaidőbe dolgozik ebbe a sztoriba, vagy ti azt szeretitek, hogyha összeáll legalább egy 3-4 fő, akik tényleg teljes mesterséggel csak a startuppal foglalkoznak? Nyilvánvalóan ez utóbbit preferáljuk. Minél szélesebb körű kompetencia áll a cégen belül rendelkezésre, annál biztosabb helyzetben vagyunk. Tamás, mondtad, hogy a vállalkozói tapasztalatok és a soft skill-ekben vannak azért hiányok a legtöbb jelentkezőnél. Átlag életkorra mit lehet mondani? Tehát ki az, aki a legnagyobb eséllyel indul arra, hogy ez működjön? Nem akarom most azt mondani, hogy 20 évesen nem lehet, de hogy mit szerettek, hogyha már valakinek van valamilyen vállalkozási tapasztalata, esetleg elbukott már egy-két vállalkozást, vagy sikerre vitt egy-két vállalkozást. Mi az, ami így fontos? Én úgy ítélem meg, hogy erre nincs igazából a fejemben statisztika, nem gondolom, hogy életkor függő lenne, tehát én ez irányban nem szegmentálnám. Véleményem szerint van pár olyan kritérium, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy akár a CEO, akár pedig maga a csapat sikeres legyen, akár egy befektetői tárgyaláson, akár magában a startup építésben, és minden más skillt és minden más tudást az hozzá lehet tanulni. Egyik legfontosabb az gondolom, hogy higgyen abban, amit csinál. Tehát, hogyha ő maga nem hisz benne, ő maga nem tudja eladni azt a szolgáltatást vagy terméket, akár a befektetőnek, akár a piacon, akkor ne várja, hogy ezt más megteszi helyette. Tehát az, hogy ő neki csillogjon a szeme, amikor arról beszél, amit csinál, az, hogy ő éjjel-nappal ebben gondolkodjon, még tovább megyek, mint amit a Dóra mondott, nem csak az az elvárás, hogy full time, full munkaidőben ezzel a startuppal foglalkozzon, hanem az is, hogy a zuhany alatt ezzel foglalkozzon, és hogy ezzel feküdjön, ezzel keljen. Egyszerűen az a hozzáállás az, ami megkülönbözteti a sikert az elbukástól. És hát, ha valaki bukott már, az nem baj. Tehát, sőt, alázatot tanít talán egy picit az embernek, ami... Az a baj, ezt Magyarországon még nem tolerálják, a bukást. Nincs benne a fejekben, hogy el lehet bukni. Nincs abba semmi rossz. Az a gyanús, hogyha valaki egész életében nem bukott el soha. Ha valaki elbukott és fel tud állni, és tovább tud menni, és megcsinálja a következőt, és a következőt, és akkor lehet, hogy a negyedik vagy az ötödik próbálkozása sikerül. Szerintem ez figyelemre méltóbb, mint akinek az ölébe hullik. Lehet, hogy ugye alapvetően 4 fő kockázatot különböztet meg így startupok tekintetében az ember. Ugye a market, a product, a people és a timing. Tehát lehet, hogy ebben mind-mind szerencséje volt valakinek, és egyébként nem annyira az ő érdeme, hanem a szerencsés körülmények együttállásának. De én azt ugyanilyen, vagy talán még inkább figyelemre méltónak tartom, hogy valaki sokadik bukás után fel tud állni, és sikerre tud vinni valamit. Úgyhogy a bukással szerintem nincsen baj önmagában. Azt még tegyük már tisztában, lehet, hogy nem mindenkinek van meg a fejébe, hogy
ugye egy banki kölcsön, egy banki hitel, egy banki finanszírozás és a tőkebefektetés között mi a nagy különbség? Alapvetően egy kockázati tőketársaság tőkeágon finanszírozza a befektetéseket, tehát tulajdonos társként vesz részt a cég életében, míg egy banki finanszírozó előre meghatározott törlesztési ütemterv és kamatfizetés mellett forrást biztosít, hitelt biztosít a cégnek, és az ütemterv szerint kell azt visszafizetnie a tőkét és a kamatot. Egy banknál a nyereség az limitált, hiszen a kamatra koncentrálódik, míg nálunk, akik befektetőként veszünk részt egy-egy ilyen befektetésben, bár egyik oldalról nagyobb a kockázat, másik oldalról az upside, a potenciális nagyobb, hiszen a mi bevételünk akkor realizálódik, amikor értékesítjük, exitálunk egy-egy cégnél, és ott a befolyó árbevételből arányosan osztozunk. Tehát, hogyha banki finanszírozásban gondolkodik az ember, akkor valószínűleg valamilyen olyan tulajdon, vagyontárgyat be kell vonni, ami fedezetként szolgáltanak a banki hitelnek. Még nálatok ez nincsen, hanem ti azért, hogy finanszírozatok, tulajdonosi mi százalékot kértek. Mi cserébe üzletrészt kérünk. Tehát akkor veletek együtt sírunk, együtt nevetünk gyakorlatilag, a banknál meg csak én sírok, hogyha nem sikerül. Így van, bár azért van olyan eset, amikor a bank is sír. Igen, köszönöm szépen. Ami egyébként nagyon fontos, hogy jellemzően azért azok az induló startup cégek, akik még bevétellel nem rendelkeznek, azok szinte kizárt, hogy bankhitelhez jussanak. Esélytelen. Hiszen a bank mindig a múltbeli tevékenységből, a korábbi pénzügyi adatokból próbál levonni következtetéseket, és annak alapján határozza meg a cégnek a hitelképességét. A startupoknál, ahol még nincsen múltja az adott vállalkozásnak, biztosan elhagyhatják őket. A beszélgetés elején indultunk, hogy kik vagytok, és most kb. Ott járunk már, hogy van egy startup, aki eljutott addig a pontig, hogy megtanultuk, mit kell mondani nektek, milyen csapatra vágytok, és hogy hogyan működik a megállapodást. Mi az, mondom, nem a két szép személyért adjátok ti se a pénzt az embereknek, hanem ti is ebből profitálni akartok, vagy egy újabb tőkebevonás kapcsán, vagy hogyha tényleg abszolút világsiker lesz a termék. Azt, hogy mennyi pénzt, milyen százalékot, hogyan adtok oda, ez mik a fő pontok, mik befolyásolják ezt? Ugye nálunk van egy dobozos termék, amiről már korábban beszéltünk, az inkubációs fázisban. Itt 9 millió forintot adunk mindenkinek, egységesen 9% ellenében. A többi terméknél, a magvető és a startup fázisban, ott már egyedileg projektenként eltérő módon határozzuk meg, vagy eltérő százalékban határozzuk meg azt a tulajdoni hányadot, amit mi szeretnénk. Az általánosságban viszont elmondható, hogy minden esetben minősített kisebbségben szeretünk maradni, főleg egyébként a Jeremy program hibáiból tanulva, hiszen így adunk lehetőséget a befektetőknek arra, az alapítóknak arra, hogy egyrészt egy későbbi tőkebefonás során még legyen hely újabb társbefektetők bevonására, ez az egyik, illetve nagyon fontos, hogy ebben az esetben tudjuk fenntartani az ő motivációjukat. És ugye mi akkor vagyunk boldogok, hogyha ők boldogok, és mindenki komfortosan érzi magát ebben a házasságban. Tehát mindenképpen minden esetben törekszünk arra, hogy egy egészséges tulajdonosi struktúrát alakítsunk ki. De a befektetésnél az cél egyébként, hogy ti minél több pénzt adjatok oda annak a startupnak? Vagy ezt hogy határozzátok meg? Az a cél, hogy pont annyi pénzt adjunk, ami elég a következő mérföldkő eléréséhez. Nálunk nincsenek dobozos termékek alapvetően, tehát nálunk minden befektetés eseti case by case. Nyilván ennek ellenére vannak irányelvek, amiket követünk. Ugye a mozgásterünk az nálunk is, illetve hát nálunk az a magvető szakasz jelenti, tehát legfeljebb 60 millió forintig tudunk kihelyezni. Az üzletrész az teljesen változó, 15-18%-nál nem jellemző, hogy többet tudnánk kérni. Miért vannak ezek a számok, miért nagyon fontos ez? Ugye egy inkubátor már az elejétől, már a befektetés elejétől aktívan azon gondolkodik, hogy egy második körös befektetésben tervezzem a csapattal.
nyilvánvalóan kell helyet hagyni, ugye jogszabályi kötelezettség is, hogy mindig a cég alapító legyen a cégnek a tulajdonosa, nem lehetnek a befektetők nagyobb tulajdonrészsel részben a cégben, mint maga az alapító tulajdonos. Amikor bevonunk egy második körös befektetést, akkor nekünk mindig csökken az üzletrészünk. Egy bizonyos üzletrész alatt nem mindig értelmezhető gyakorlatilag, hogyha már nagyon pici százalékunk lenne üzletrészként egy cégben, akkor már nem biztos, hogy motivált lenne az inkubátor abban, hogy aktívan dolgozzon a csapattal. Ezek az üzletrészek viszont még azt teszik lehetővé, hogy nekünk is még a második kör után is van mozgásterünk a cégben, lehet szavunk a cégben, és tényleg minőségi munkát tudunk együtt végezni. Köszönöm szépen, Tamás. Nagyon gyors mondat, mert már 5 perccel vége kellett, hogy legyen érjen a pódium. Sietek. Nálunk annyiban speciális a helyzet, hogy a hozzánk forduló vállalkozók vagy startuppereknél különböző egyéb motivációs elemek is bejönnek a képbe. Tehát azzal, hogy mi gyakorlatilag minden olyan feladatot át tudunk vállalni, és szándékunk is van átvállalni az adott csapattól, ami őket esetleg hátráltatja abban, hogy kizárólag a fő irányvonalra, a core business-re koncentráljanak. Ez sok esetben, főleg az első startup építésnél egy hatalmas előny. Tehát a mi startupjaink kizárólag a business developmentre, a cég és a terméképítésre és a business építésre koncentrálnak. Az a feladatuk, hogy minél gyorsabban árbevétel legyen, viszont semmi mással nem kell foglalkozni, nem kell másnapos kódolókat hajkurászni, szerelmes designereket motiválni valahogy. Ezeket megoldjuk helyette. Ugyanakkor ebből az is következik, hogy a szokásos startup építési időhatároknál fele harmad akkora idő kell a mi startupjainknak ahhoz, hogy termék legyen, és árbevétel legyen, és traction legyen. Tehát ez is egy olyan motiváció lehet az equity-n, meg a cap table megfelelő osztásán felül, ami motiváció lehet. Egyébként azt gondolom, hogy a nap végén, amikor exitre kerül a sor, akkor azért többé-kevésbé bárhonnan is jön az ember, bármilyen előzményei vannak, az esetek legnagyobb részében, vagy a talán kizárólag részében a founderek és az alapítók azok, akik a legnagyobb tulajdonrészt birtokolják. Tehát ebben a végén nincs különbség szerintem. Hát köszönöm szépen nektek, hogy válaszoltatok a kérdéseinkre, és elfogadtátok a meghívást. Rengeteg kérdés maradt még szerintem bennünk meg ebbe a témába, gyakorlatilag ez ilyen kifogyhatatlan. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. A vendégeink még itt lesznek az este további részében is. Most tartunk egy rövid 10 perces szünetet, és utána folytatjuk a pódiumot újabb 3 vendéggel. A High Ventures-től szintén lesz nálunk egy befektetési menedzser, és megismerkedhettek 2 olyan startuppal, akik már kaptak tőkebefektetést.